Nagyszabású rendezvényen örvendeztette meg a német önkormányzat a közösséget. Mit lehet erről tudni? Igen, ez a harmadik alkalom, amikor erre törekedtünk, hogy egy nagyobb szabású rendezvényt tartsunk, hisz kisebbeket az év folyamán gyakran tartunk, nemzetiségi napra gondolok, az is valamennyivel nagyobb, de egy számtalan kiállítás, rendezvény jelzi, hogy működünk, hogy van erre igény a városban, hisz például a 2022-es népszámlálás adatai megjelentek a német nemzetiségi kérdésekre adott válaszok eredményei, és ebből kiderül, hogy bár megfogyatkoztunk, de még így is több mint 300-an vannak, akik ezt fontosnak tartják, és természetesen több adat is alátámasztja ezt. Úgyhogy elsősorban neki, de azért terjesztettük ki ilyen hosszabb tartamra, hogy a többiek is megismerjék azt a zenei tánckultúrát, amit meg szeretnénk őrizni, illetve tovább adhassuk, illetve hát jól érezzék magukat, szórakozhassanak. A maiban az a nagy öröm még, hogy a környékről eddig is megjelentek a német önkormányzat tagjai, és hozták magukkal az érdeklődőket. Most ez még mindig kibővül, nagy örömömre szolgál, hogy Budavádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal is kiépítettünk egy kapcsolatot. Ők is képviseltetik magukat, a Pécsi Német Kör ismert országos szinten, ők is itt vannak, és a környékből, Mázáról, Sásdról, Mincentbodisáról, Magyarszékről, lehet, hogy kihagytam valakit, de a utolsóként mondom, de elsőként lehetett volna megemlíteni a Gerezslaki német önkormányzatot, mert az Unterrock együttes, aki a zenét szolgáltatja ma, országos hírű, ott országon kívül is híre van a zenészeknek, és annak a vezetője, a zenekar vezetője, a német nemzetiségi önkormányzat vezetői is, tehát mint a német önkormányzatot is képviseli, illetve még azt is kell tudni, hogy a Pécsi Rádió nemzetiségi, német nemzetiségi műsorának is a szerkesztője, tehát még ilyen minőségében is itt van. Milyen műsorral kedveskedtek a megjelent vendégeknek? Igen. Mivel egy kicsit szűkösebb a keretünk, ezért próbáltuk egyszerűbben megoldani, de az a jó, hogy olyan helyi szereplők vannak, mint akik most a színpadon vannak, a Senior Örömtánc csoport például, aztán van saját kórusunk is, de nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Sásdi Német Nemzetiségi Kórussal, illetve vendégszereplőnek hívtuk még a Vémindi Német Tánc Együttest, akik fantasztikus műsort fognak egészen biztos adni, és utána pedig a főszerep az Unterrock Együttesé, akik hát biztosítani fogják a jó zenét és a talpalávalót. Meg kell még említeni, hogy a programokon kívül programpont még a tombola húzás. És olyan nagyon sok, olyan jó eső érzéssel fogadtuk a sok támogatót, köszönjük innen is nekik, hogy mindenki, akihez betértünk, valamivel támogatta a rendezvényt és felajánlotta, úgyhogy sok tombolatárgyat fogunk ma kisorsolni, és értékeseket is. Nagyszabású rendezvényel kedveskedt az önkormányzat a német nemzetiségnek. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan közös rendezvényé nőtte ki magát itt október közepén, amikor tisztelgünk a nemzetiségek, illetve az idősek hónapja alkalmából az idősek előtt. A Covid kényszerítette ki ezt az összefogást is, hisz előtte külön-külön utakon jártunk, de az összefogás az minden esetben jó dolog, ebben az esetben is. Komlóváros önkormányzat annak pedig kutya kötelessége, hogy támogasson minden olyan rendezvényt, amely erősíti a személyes találkozásokat és a személyes kapcsolatokat. Ezek ma egy pici hiányt szenvednek az életünkbe, ezért is támogatjuk ezt a rendezvényt.